az Audi Eto KC utánpótlás csapatai és a Tatabánya ifjú játékosai is pályára léptek a Dunaszegen megrendezett Mikulás kupán. A mérkőzések egyszerre három pályán zajlottak. 15 csapattal körmérkőzés van csoportonként. A csoportoknak az eleje, az játszik egy ilyen döntő jellegűt, és hát serleggel, aztán egy kis ajándékkal, éremmel díjazzuk az első hármat, és tulajdonképpen ők a következő idényben már kicsit följebb is tudnak lépni, mert akkor már igyekszünk nagyobb pályát is biztosítani, 4+1-et, és aztán kerül majd sor arra, hogy hatan játsszák ezt a játékot a kapussal egyetemben. A gyerekek láthatóan élvezték a játékos küzdelmet, minden ilyen pályára lépés hatalmas élményt és motivációt jelent számukra. Sok gólt is lehet lőni, meg cselezni jó sokat. Én középső vagyok, és az én feladatom, hogy védekezzek az ellenféllel. Az pedig már most látszik, hogy kikből válhatnak majd később a jövő reménységei. Van itt egy kis balkezes kislány, aki már olyan dolgokat csinál, hogy már nem is nagyon tudják tartani. Jól cselez, jól lő, akár a félpályáról is. Úgyhogy már azért ilyenkor mutatják azt, hogy mi rejlik bennük. Én olyan szeretnék lenni, mint a Görvic Anita. Az egyébként is jó hangulatot Etóca fokozta még tovább. A gyerekek garantáltan felejthetetlen élménnyel tértek haza a Mikulás kupáról.